Lesz dolguk bőven a közeljövőben az ingatlanbiztosító társaságoknak és a hazánkban működő több száz alkusz cégnek, mivel március 1-től a magyar kormány 2023-as februári határozatának értelmében évfordulótól függetlenül fel lehet mondani az érvényes ingatlanbiztosítási szerződéseket március 1-je és 31-e között. Cidor Mihály szerint akár 500 000 közelig is lehet azoknak a szerződéseknek a száma, amelyeket az ügyfelek hamarosan újra kötnek. Nagy valószínűsége nagyon-nagyon sok az alulbiztosított ingatlan, hiszen a lakásbiztosítási piachoz az állampolgárok nem nagyon nyúltak hozzá. Hozzá voltak, míg a gépjárműbiztosításnál hozzá voltak szokva, hogy korábban minden évben, novemberben, októberben már indult a kampány, és ez egész novemberben, decemberben tartott. Így hozzászoktak az állampolgárok, hogy igen, a gépjárműbiztosítással foglalkozni kell. És azzal meg lehet takarítani nagyon jelentős összegeket, hiszen aki piacot akar szerezni, akkor levitt az árat, aki nem akar piacot szerezni, meg akar szabadulni állományt, az felvitt az árakat. Nos, ez a lakásbiztosítása nem így volt. A szakember úgy tudja, jelen pillanatban mintegy 3 000 000 lakásbiztosítás van Magyarországon, és az elmúlt évtizedek alatt bekövetkezett infláció hatására nagyon megnőtt a különbség a vidéki és városi ingatlan árak között, miközben az építőanyagok költsége, az építőipari munkabérek, az esetleges károk elhárításának díja, vagy egy teljesen új építkezés vidéken és városban hasonló összegekbe kerül. Ugyancsak a biztosításokat érintő változás 2024-ben az, hogy az idei évtől egyes társaságoknál a kátyúk okozta károkra is lehet biztosítani a gépjárműveket. Ez azt jelenti, hogy maga a gép a gumi javítását, esetlegesen tehát a éppensége karosszéri elemnek a javítását, de itt meg van határozva a kártérítési limit. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy gyakorlatilag itt maga a kár bejelentés, mint a biztosítási eseménynek, ott minden esetben rendőrintézkedést kell kérni. Pontosan azért, hogy ez megtörtént, hogy ott történt az a káresemény, és fotót kell róla csinálni. Ezt követően szépen tanulva együtt beadják a gépjármű felelősségbiztosítását, illetve a kártyúbiztosítását, beadja hozzá a vezetőengedélyét, fotóval együtt is fogja a biztosító rendezni a kárát. Cidor Mihály hozzátette, bár a kátyú okozta károknál szükség van a rendőri intézkedésre, számos egyéb baleseti kár elszenvedése esetén lehetőség van arra is, hogy ma már mobiltelefon segítségével indítsuk el a biztosító társaságoknál a baleseti kárbejelentést. Erre a célra hozták létre ugyanis az e-kárbejelentő mobil applikációt, amelyet néhány kattintással le lehet tölteni, így a hagyományos papíralapú formanyomtatványénál gyorsabban lehet ügyintézni.